Na srácok, akkor üdvözöllek benneteket a Day of the Tentacle végigjátszásunk legelső részénél. Az a helyzet, hogy sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan kezdjek bele ebbe a játékba, és megvan Steamen a remaster verzió, és ezzel fogunk játszani. Viszont megvan a dobozos verzió is, ami kicsivel másabb. Ugye ott nem volt menü, kapásból indult a játék, és itt alul feliratokkal lehetett kezelni mindent, itt viszont teljesen át lett alakítva a dolog. Úgyhogy egy kicsit hozzá kell majd szoknom, ezt még nem vittem végig, ezt a verziót. Na viszont rácsekkolok, hogy megy-e normálisan a felvétel, és úgy nézem, hogy megy. Így félredobom az OBS-t, és reménykedem, hogy tök jól fog viselkedni menet közben, mert ha minden igaz, akkor a kódek hibáját most sikerült kiküszöbölnöm, és itt tudok egyszerre több videót is csinálni kedvenc játékaimról, úgyhogy nem feltétlen kell szerkezgetni, ha épp nincsen rá időm, na de. A mondó vagyok, hogy én most el fogom némítani a mikrofont, és végig fogjuk nézni az intróját magának a játéknak. És amint véget ért, kezdjük is a kalandot. I'm thirsty. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Like I could. Like I could. It's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. Was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now I know that I must go back to the mansion. Thank you.
Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Oké. Szóval elkezdődött a játék, kacok, és itt az irányítás. Amit még nem mondtam el, ez ugye LucasArts-ék egy régi kalandjátéka, mégpedig point and click módra. És röviden nagyon ütős játékról van szó, és nézzük, hogy van még Xbox-nak hasonló irányítás is, amit én nem fogok használni, hanem azt nézem épp, hogy hogy lehet gyorsan váltani a bizonyos nézetek között, mégpedig ugye a régi meg az új nézet között, mert ezt nem látom, lehet, hogy csak én vagyok vak. Új gyerek, az igen. Ki volt, kikapcsol, odaad, kiválaszt, húz. Jó, akkor megmutatom ezt menünk keresztül, hogy hogy néz ki. Szóval visszajövünk ide, és bejövünk a beállításokhoz. Mégpedig a jellemzőkhez. Itt van egy kinézet. Ha visszakapcsolunk a klasszikusra, akkor az úgy néz ki, hogy ezt kapjuk, viszont itt nem működik a magyarítás. Tehát ez a klasszikus kinézetű Day of the Tentacle játék. És amit még gyorsan elmondok, még visszaállítom a dolgokat, ez ugye mindenki sejti, de hogyha nem, akkor röviden ez egy másik játéknak a második része, mégpedig a Maniac Mansion második része. Oké, mit lehet ezzel kezdeni? Nézzük meg a rágógumit. Spearmint, my favorite. Odor menta, oké, én nem szeretnék most olyat enni. Az nem működik. Az inga óra pedig.
Figyeljetek csak. There's something funny about that clock. Gyanús neki az óra, vagyis ki lehet nyitni. This is all too easy. És mint látjátok, cserébe kaptam egy achievementet. Au. Béna Bernard. Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, just something I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Had to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Ki más lehetne? Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Wait! Oh, yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Leaping lab rats! Dr. Fred! What have you done this time, you meddling milquetoast? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity! Whoops! Our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river! Isn't it a little late for that, Doctor? Of course! That's why I'll have to do it! Yesterday! Through the time machine! This is all your fault, Bernard. Behold, children, the Chronogen! Doc, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive! Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Well, I'll be. Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. What could it all mean? I don't know. I don't want to know. Die! Die! We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! And they said imitation diamond wasn't good enough. Opa. Oh.
Mother Jewels? What happened to Hokey and Laverne? I knew I should have bought a real diamond. Are they alive? My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Plug them in? Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we gonna get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? I think I made myself perfectly clear. Step one, find plans. Step two, save world. Step three, get out of my house. Let's get cracking. Nos, akkor ha a humoros átvezető után végre megkapom az irányítást a játéktól, ez az. Remélem tetszett. Vágjunk is neki. Maybe I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs. Nos, Dokikám, menjél csak nyugodtan a tervrajzod után. Én az a helyzet, hogy tudom, hogy hol van. Ez itt a szuperelem tervrajz. Viszont én a mondó vagyok, hogy mielőtt ezt leszedjük innen és aktiváljuk, vagyis triggereljük a Dokinak a eventjét. Kicsit nézzünk körül azért itt a fentebbi részeken. Juhu! Dr. Fred? Ugyanis van egy-két dolog, amit itt lehet használni. Ezen kívül, mert ezt csak később tudjuk felszedni, azt pedig az emeleten tudjuk csak leszedni. Az ajtót ezt... Nyissuk csak ki. Mi van mögötte? Oké, Jancsi Boholca, mit lehet csinálni? Próbáljuk csak ki. You looking at me? Are you looking at me? Then who are you looking at, huh? I asked you a question. Okay, clown, that does it. I hate that clown. Ahogy nézem, itt azért már a legyek is dolgoznak. Szivarosnál. Hey boy, you missed the party. You and the clown were having a party? No, no, last night. At the Novelty Goods Salesman's Convention. I tell you, we Novelty Goods Salesmen know how to have a good time. Nice cigars. I import them from the finest Cuban munitions factories. So, want a cigar? Na most. Itt történik valami, hogyha kérünk szivart. Aki játszott a játékkal, az már tudja, hogy mi. De aki meg nem, annak megmutatom, hogy miről is van szó. Thought I was gonna blow your head off there, didn't you? Well, you were right! Bunko. You shouldn't smoke, it's a bad habit. Nagyon vicces. That cracks me up every time. Okay. Megpróbálom gyorsan elköpni ezt a kiskomát, mert erre szükségünk lesz később, viszont nem biztos, hogy itt elsőre sikerülni fog. Lássuk csak. Persze, hogy nem, mert ahhoz fel kell nyitni a rácsot, hogy ez menjen. Próbálkozzam csak, hogy mit művel. Jancsi Boholcot most békén hagyjuk. Aha, visszamenekül a helyére, de semmi gond.
Mert nyitva van a csatorna, szóval csak meg kell ijesztenem megint. Gyerünk, menjél, menjél, menjél. Azaz. És innentől fel tudom szedni, ugyanis ez később szükséges lesz nekünk. Nem tudom, csukjam vissza. Zárjuk be. Itt se kell már. És akkor nézzünk körül az emeleten is. Valószínű egyébként, hogy Dokival össze fogunk futni. The plans, the plans! Így van, még mindig a tervrajzot keresi. És ha ide benéztek ebbe a szobába, akkor itt újabb meglepi van. No one will ever be interested in my design, so I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. How appropriate. I can't even do this right. Csak elárulom, hogy erre a pisztolyra szükségünk lesz, szóval valahogy a fickót fel kell vidítanunk, hogy kinyissa az ajtót. De egyelőre itt nem tudunk semmit se tenni, hiába beszélünk vele. Ahhoz, hogy jobban érezze magát, más dologra van szükség, itt pedig mi van bent? Green! Bernard! What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? Yeah. Hey! What's up, Bernard? Okay, mit kérdezzünk meg tőle? Próbáljuk meg, hogy nem akar segíteni megmenteni a világot. I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. Mi összeragasztóztad a talajt magad alatt? Ijedted be? Mindenki tudja, miben sántikál, szóval. Szuper elem tervrajz. You haven't seen Dr. Fred's plans for a super battery around, have you? No, just these world domination plans of Purple's. Any of Fred's plans would probably be in his office or the lab. Arra pedig még nincs szükség. Oké. Mindenki ide egy alom. Ugyanban macskát tartasz? Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. Hogy áll az együttesed? Green tea and the sushi platter? We're doing great! We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Oké. Okay. Melyik tulajdonság? Volume, man, volume! We have a chance to win a Grammy Award as the loudest new band. We're pulling out all the stops. That's great. Yeah. See you later. Yeah, good luck in saving the world, B-man. Hát remélem, hogy sikerülni is fog. Akkor viszont megmutatom, hogy hogyan lehet megszerezni egy tárgyat lent a halban. Azon felül pedig ezt fel kell gyorsan kapnunk, és erre szükségünk van. És az eszköztár, videókazetta, csattogó fogsor és könyv. Ez milyen könyv? The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Great stuff! Ó, tudom már, hogy ez hol fog kelleni. Na viszont akkor szerezzük meg azt, amit mondtam. Kapcsoljuk be ezt a gépet. Wow! This is loud! Ennyi az egész. Kicsit meghallgattuk, hogy milyen zenét is játszanak zöldék. Bár nem vagyok biztos benne, hogy leesett, szóval még egyszer eldöntött hangfallal. Wow! This is loud! Na most már viszont leesik.
És ennyi nekünk elég is most, ebből a királyzenéből. Más azt hiszem, ebben a szobában nincs, amit össze kell szedni, szóval, ja. Itt egy easter egg, egy Stormtrooper, egy Star Wars easter egg. Illetve a világuralmi tervek ott a másik oldalon. És... hoppá! Az nice! A tehén döntögető. Ezen a részen van azt hiszem egy másik easter egg is. Now where did Dr. Fred go? Ki tudja. Oké, ide később nézek be. Egyelőre erre a részre jövök fel, hogy megnézzem, hogy itt mi van. Csak a padlás és semmi használható tárgy, ugyebár. Esetleg a másik ajtó mögött. Később lesz egy esemény, de nem árulom el, micsoda. Nagyon úgy néz ki különben, hogy itt egyelőre nincsen dolgunk. Úgyhogy menjünk ki innen, és menjünk le a csapóajtón. Vissza az alábbi szintekre. És először... na... az egerem azért... szórakozik kicsit. Hey, aren't you weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why yes, I... hey, do I know you? Yeah! I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. Nope, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. Okay. Szóval felhagytál azzal az őrült kommandós divat? So you gave up the crazy military commando thing? I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Próbáljuk meg elkérni tőle, hogy mit reagál. That's quite a nice collection. Can I have it? No, I mean, no. They mean a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Akkor ezek szerint be vagy csavarodva, elég rendesen. Well, hope I didn't get you too excited. Bye! Peace be with you. Oké, ennyi beszélgetés elég, és nézzük csak, hogy a hörcsögöt most le tudom-e nyúlni, mert ő rá is szükség lesz azért menet közben. És mint látjátok, itt bekapcsolt egy DOS számítógép a háttérben, ez nem véletlen. Nézzük csak meg, hogy mi is ez valójában. I've got one just like this packed away in the garage. Jó, szerintem is. Használ. És ha ti úgy döntötök a játékban, hogy szeretnétek végigvinni a Maniac Mansion-t, akkor itt ezen a számítógépen simán mentésekkel együtt belevághattok. Ezt gyorsan meg is mutatom. Szóval így néz ki az egész. Na, véletlenül majd nyomtam itt a kilépést. Szóval ez itt a Maniac Mansion, vagyis a Day of the Tentacle legelső része. Én viszont most úgy vagyok vele, hogy ezt nem fogom végigvinni. Egy ilyen kis demót gyorsan megmutattam nektek, hogy hogy is néz ki. Ugye ez a nagyon régi 80-as évekbeli EGA kinézett talán, ha jól emlékszem. De ugyanúgy kalandjátékról van szó. Viszont én most innen kilépek. És menjünk tovább az eredeti játékon, amit beterveztünk. Lássuk csak! Megkeresek egy-két dolgot, mielőtt tényleg lemegyünk a tervrajzért. Bár itt, ahogy nézem, semmi dolgunk nincs. Maximum a banyával beszélgethetünk, ha az egér végre engedi. Excuse me. What is it, my mother? Say, aren't you Bernard Bernoulli? Dehogy is nem. I knew it! You broke into our mansion a few years ago to save your little friend.
What did you come for this time? I'm trying to keep a tentacle from conquering the world. Really? How nice. Maradok az igaz mondásnál. Oké, szóval. You haven't seen any plans for a super battery around, have you? Super battery, huh? Fred might have something like that. Nem is kérdezek tőle igazából több minden. Let you get back to what you were doing. Come back anytime, you big hunk. Oké. Na menjünk innen. Azon gondolkodom igazából, mert egy-két dolog azért szükségeltetik. Várjatok csak. Már mehetek? Nem, mert az ajtót mutatja. Ez szinte egyébként vakon játszom újból. Mert elég régen nyúltam már hozzá. De úgy emlékszem, hogy valahol lehetett érméket szerezni itt a házon belül. Lehet, hogy itt is van egy. Most csak. It looks broken, but there's something in the coin return. Ah, nagyon jó. Akkor. It looks broken, nem. But there's something in the coin return. 10 centes, azt lenyúljuk. És benézek még ide az irodára is. Van-e valami meglepetés? A betétkönyvet most még nem bántom. Az íróasztalt megnézem. Fehér hibajavító festék. Na, náhogy kell. Más nincs. Viszont ha jól megnézitek, akkor Darth Vader figyel a háttérben. Telefonálni még nem akarok. Portrét még nem bántom. A láthatatlan mármint festék, így mondom inkább, vagy láthatatlan tinta, láthatatlanná váló tinta, mert van olyan is, és szükségünk lesz rá, az viszont dunsztom nincs, hogy hol lesz, szóval gyorsan körbenézek ezen a részen is, ha csak nem tud ki a játék, abszolút nem értem, hogy miért így viselkedik, tengőajtó. Igen. Erre úgy nézem, csak a kávé van, de ez később kell nekünk. Nézzük ezt, hogy bent valami hasznos van-e. Ahogy nézem, csak a mosógép. Ezt azért lenyúlom, lehet, hogy kell nekünk. Mosogatógép és szárítógép. Ennyi van itt, semmi más, de aztán villa. Ez is kell valamire, az fix. Itt egyebet most nem látok. Oké, a kománál most úgy tudom, hogy más nem tudok megnyerni. Ha csak ezen az asztalon nincs valami. Buliról megmaradt szemétkupac. Hát ezekkel nem tudok szerintem mit kezdeni, nézzük csak meg. Más nem mond róla. Egyébként egyet értek vele. El kéne egy kis takarítás itt bent. Jó. Esetleg lent a laborba még, mert más ötletem már nincs. Ha pedig nem, akkor beindítjuk gyorsan a többi eseményt, és megyünk tovább. Mások csak, hogy a doki hagyott-e itt bármit, amit én használni tudok. Nem igazán. Oké. Akkor a mondó vagyok, hogy ezt később kiderítjük, hogy hol van. Emeljük ezt le gyorsan innen. I've got the plans. Quick, we have to flush them to Hoagie. How did you get over there? Azt mindjárt meglátod. My ingenious super battery design, please.
You really flushed them. Yes! Down the toilet. No, through time! Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogon, you can flush small inanimate objects to each other through time. Flush small inanimate objects to each other through time. Hello? Dr. Fred, can you hear me? Drat. Did you hear something? No. Let's see if what's-his-name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world, and now the toilet's backing up. Okay. Come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? I want you to pick up those plans you see in the chronogon, Hoagie. Bring them to Red Edison. He's my great, 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 great grandfather. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogon. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Does he have any experience with electronics? Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Nosh. Time for me to save the world, I guess. Akkor innentől már Hoagy és Bernard tudnak egymással összedolgozni az időn keresztül. Ugye mi kis barátnőnk még kiesik Laverne. Mivel ő fennakadt a fán. Nézzünk egy kicsit körül, amondó vagyok itt a 200 évvel ezelőtti háznál, aztán utána szépen lezárom a dolgokat. És első résznek ez tökéletesen megteszi, majd lássuk csak, hogy mi van. Oh, egy múmia. Kicsit tárgyaljunk vele. Don't feel like talking, huh? Vow of silence or something, probably, right? Well, that's cool. Hmm. Later, dude. Legyen ennyi elég ebből. Nos, itt le is mehetünk, viszont én szeretnék először körbenézni a fentebbi részeken, még pedig először itt. Hmm. Itt ezzel tudunk szórakozni emlékeim szerint. Húzd már meg, ne játsszál. Here I am, don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Akkor te csak takaríts, mert úgy nézem, itt más nem nagyon lehet körbenézni. Ó, várjunk csak. Nagyon gyorsan lenyúlom azt a szappant, ha engedi. All done here, bye now. Na ezt meg kell ismételnünk még egyszer, mert ez nem úgy sült el, ahogy akartam. Remélem, hogy van elég időnk, amíg itt takarítgat. Kicsit körbenézzek itt. Akkor jó. Now scram! They just don't make founding fathers like they used to. Akkor elnézést kérek. Már amennyire lehet tőled. Végül is nincs semmi nagy probléma, csak nincsen szappanom, hogy
lemossak valamit odakint, akkor inkább körbenézek. I told you guys, I'll get you the flag next. I'm working as fast as I can. Így van, itt is tudom, hogy majd kezdeni valamit. Don't tell me you've got another design change for the flag. I've got another design change for the flag. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? Na lássuk csak, koponya. How about a skull with like scorpions in its mouth? Oh, what the heck. At this point, I'd do anything just to have it over with. Put the pattern on the table and I'll look at it when I'm done with this job. Jó, ez most jelenleg még nincs nálunk, és amúgy se ez lesz a tervünk. Hadd nézzem meg a következő szobát. Itt van, ez kelleni fog nekünk ez a boradag. Megnézem a fiókot gyorsan. Grody man. Nem. Pedig gondoltam lesz ott valami hasznos. Na mindegy. Akkor menjünk egyel feljebb. És... Róval. Beszélünk egy gyorsat. Hi, horsey. Hi yourself. Wow, you can talk. Wow, so can you. What a coincidence. Nice teeth. Thanks. I paid quite a bit for them. Jó, szerintem nem húzom vele tovább az időt. Örülök neki, hogy tud beszélni, stb. Viszont Bernardtól nekem most el kell kérnem valamit. Úgy emlékszem ahhoz, hogy a lóval. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. Oh. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. Alive? Get me out of here! I like trees and everything, but this one has got to go. Jó, majd leszedünk valamikor, viszont azt nem tudom, hogy lehet-e itt mást is csinálni. És nekünk még kell ezen a részen egy cucc. Meg, ez csak hibajavító, ez nem jó nekünk semmire. Ezt át tudom küldeni így nagyon gyorsan Hoginak. És... There's something in the chronogon. Akkor vedd ki. És innentől elméletileg nekem ugye így nem kellett oda sétálnom még pluszba a kronoklotyóhoz, hanem itt vagyok a lónál, így van. Ez a gyors átküldési lehetőségünk, és próbáljuk meg ezt használni a lovon. The LALR compiler is constructed by the following method. First, develop a rigorous elective grammar. If the elements have NP completeness, the crunchy factor can be ignored. Blah, 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 blah. Okay. Whoa. Lovunk szuperül beállult, szóval lenyúlom neki a fogsorát, ami annyira gyönyörű, hogy az már kész. Ez is később kelleni fog nekünk. És akkor nézzük meg az emeletet, hogy mit találunk ott. Egy macsek, meg egy festék. A piros festék szintén kelleni fog. Meg amivel a macsek játszik, az is kelleni fog. És ehhez nekem elvileg ezt valahogy odébb kell mozgatni. Hát hová? Oda? Vagy húzni kell? Nem. Hát nézzem csak, hogy mi történik. Oké, most nem nagyon akar együttműködni. Mivel folyamatosan azt kérdezi, így próbáljuk ki, hogy mi is történne valójában. Szóval,
macsekot meg kell zavarnunk, és ehhez nekünk el kell innen mozgatni. Tektélyes úton, szóval ez lesz a lényeg, de ezt majd később teszem meg. Oké, ezt is megnéztük. Na, menjünk egyen lejjebb. És szerintem... Hol nem voltam még bent? Ott voltam. Az alsóbb szinteket még nem néztem meg. Hey, ide nem kell bejönni. Önálló életet él az egerem ezek szerint. Két egyéb dolgom nincs. Menjünk be az inga órán belülre. És már is találkozhatunk egy ismerősnek tűnő személlyel. Beszélgessünk vele. Hey. What is it? You look kind of familiar. Of course I do. I'm Red Edison, the inventor, not to mention owner of this inn. Perhaps you've seen my picture in some important scientific journal. Then again, maybe not. What are you doing? I'm inventing, you simpleton. What's it look like I'm doing? Mit találsz? What are you inventing? It's a new size independent fastening mechanism based on circular geometry. Okay. I know an inventor who looks a bit like you. Well, it's not one of my sons, that's for sure. It appears that I, Red Edison, foremost genius of my day, am to be the last in a long line of gifted inventors. My nearly indistinguishable sons have decided that they want to be artists. I think it was Jed's idea. Or is it Ned? Ah, well, the left-handed one at any rate. Must be some sort of bad blood of their mother's side. Okay, akkor hagyjuk is. Well, see you later. You might if you cut that hair a bit shorter. Nem vágatom rövidebbre a hajam, viszont cserébe szabadalmi kérvény. Nézzük csak. Super battery, Brilliant design. Sometimes I amaze myself. Now all I need is oil, vinegar and some gold. Jó. És azt hiszem, hogy a három szükséges elemnek a megszerzését, meg a továbbiakat a következő epizódra hagyom, mielőtt még nagyon elkapaláz és nem tudom letenni a játékot. Úgyhogy innen folytatjuk, srácok. Remélem, hogy tetszik nektek eddig a játék. Egészségedre, Hogi. Én elleszek vele. Még mielőtt folytatni fogom, majd azért körülnézek. Addig pedig ti mondjátok el a véleményeteket róla, és ha tetszik, akkor tudjátok a dolgotok. Ismét csak egészségedre, Hogi. Innen fogjuk folytatni. Sziasztok!